Szépen feldíszített környezet, finom vacsora és igazi báli hangulat várt mindazokra, akik ellátogattak a közelmúltban megtartott városbára. A rekord létszámú rendezvénynek ezúttal is a csodás díszletbe öltöztetett városi sportcsarnok adott otthont, a jó hangulat pedig ezúttal is garantált volt, hiszen színes táncos produkciókat és sztárfellépőket is megtekinthettek a vendégek. Az estre nem csak delecskeiek, hanem szinte a térség minden településéről érkeztek bálozók. A bál előkészületeiről Nátházi Tálas Csilla, a Delecskei Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját kérdeztük. A szervezőnk már természetesen tavaly évben elkezdődik, a meghívók is kimennek, és gyakorlatilag így januárban, amikor elkezdjük az új évet, akkor kezdjük a, hát maga már a kivitelezési dolgokat, hiszen nem sok időnk van így új év után. Mint látható, idén is nagyon szép a terem, gyakorlatilag a dekoratőr az minden évben igyekszik újabb és újabb ötleteket kitalálni, hogy minél szebb legyen és eltérő az előző évtől, és természetesen a kollégáknak van nagyon sok munkája benne, hiszen három napig folyamatosan. Hát azért nem kis terület ez a sportcsarnok, hogy bebéleljük és kibéleljük, illetve nagyon sokan dolgoznak még közre, tehát a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Munkatársa is nagyon sokat segítenek, akár a menü összeállítással, illetve a kivitelezési dekorálással szintúgy. Nagyon színes programokkal készültünk idén is, tehát a sztár vendég azt elengedhetetlen itt a Városbálon, idén Feke Pál fog fellépni, nagyon örülünk, hiszen ő szerintem nagyon, nagyon színvonalas műsort fog adni, de itt lesz Koroknai Járk is, ami meglepetés a vendégeknek is, hiszen ő nem volt így beharangozva sem. Tombola húzás is minden évben van, nagyon sok a felajánlás, úgyhogy ezúttal is köszönjük szépen a sok felajánlást a derecskei lakosoknak, illetve vállalkozóknak, sőt, még ahogy most hallottam, még Hajdunálásra is küldött a város egy csomagot ide a Városbárra, de a Valcertár stúdió is fellép, és mint minden évben a Szivárványnak egy új koreográfiája fogja megnyitni a bálunkat. Bakó István, városunk polgármestere a bálon elmondta, a rendezvény remek alkalom arra, hogy a vállalkozók, a környező települések polgármesterei, vezetői találkozzanak, megbeszéljék az aktualitásokat, egymásnak segítsenek a tervek megvalósításában. Talán az eddig legnépesebb bál, 320 vendégünk fogadta el a meghívást. Azt gondolom, ez egy kicsit visszajelzés arra, hogy valószínűleg az előző évben jól érezhette magát mindenki, és így még többen szeretnének részt venni. Ez igazából nem is csak derecskei bál, mert Tépéről, Kismarjáról, Mikepércsről, Kokadról, tehát sok helyről a járásból jönnek vendégek, a meghívott 10 vendégen kívül is. Fontos, hogy egy év elején legyen egy találkozási pont, ahol tudunk beszélgetni arról, hogy mi az, ami az elmúlt évben sikerült, nem sikerült, és ami legalább ilyen fontos, hogy az idejében milyen terveink vannak. Ezt nyilván szeretnénk, ha az önkormányzattól is megtudnák a vállalkozások, a civil szervezetek, a bár résztvevői, a többi település, és nyilván mi is várjuk a beszélgetésekből a visszajelzéseket, hogy nekik milyen terveik vannak. Végre eredmények születtek a pályázatoknál, több mint 90%-a nyerte beadott pályázatainknak, 2,6 milliárd forint, ami uniós pénzt elhoztunk, ezen kívül még nemzeti forrásból is részesültünk. Tehát ha a pályázatokat nézzük, nagyon sikeresek voltunk, de ebben az évben 2018-ban lesznek a nagy építkezéseink. Az elmúlt évben még csak mutatóban voltak a Városház utcán, Szováci úton, illetve a kollégium előtt emeletes iskolánál. Tehát ez a legnagyobb hozadék az elmúlt évnek, hogy idén lesz sok-sok építkezés. Azt nem szabad elfelejteni, hogy egy piacgazdaságban egy település alapját nem az önkormányzat jelent, hanem a vállalkozások. Hiszen a vállalkozások adnak munkát az embereknek, a vállalkozások termelik meg a profitot, és ebből az adójukból boldogul ez az állam és az önkormányzat is. Tehát nagyon fontos, hogy a vállalkozások rezdüléseit érezzük, velük rendszeresek a találkozóink. Van egy vállalkozói klub is, az elmúlt esztendő végén találkoztunk a 25 legnagyobb adófizetőnkkel, velük már átbeszéltük ezeket a dolgokat, hogy az idejében mi várható. Nagyon fontos, hogy lássuk ezeket a folyamatokat, és ami még érdekes, hogy sokszor ők nagyon jó indikátorok, jelzők, jelzik előre a gazdaságban, hogy mi következik. Azt, hogy itt munkaerő hiány lesz, azt a helyi vállalkozók nekem már 4-5 éve mondják. Akkor még hihetetlennek tűnt, de mostanra ide érkezett, tehát nagyon érdemes figyelni az ő szavukra. A színpompás díszletbe öltöztetett városi sportcsarnokban szinte egy gombos tűt se lehetett volna lehelyteni. A bálozókat arról kérdeztük, hanyadik alkalommal vesznek részt a rendezvényen. Debrecenből érkeztem immár másodszor a Derecskei Városbálra. Annyira jól éreztem magát a tavalyin, hogy idén is? Bizony, nagyon-nagyon jól éreztem magam tavaly, és biztos az idei is kiváló lesz. Milyen emlékek kötik a tavalyi bálhoz?
Nagyon jó volt a hangulat, színvonalas a rendezvény, jók az ételek, remek volt a zene, tehát teljesen hibátlan volt. Milyen gyakran vesznek részt a Delecskei Bálon? Minden évben. Valamikor a Műöldési Ház dolgozója vagyok, most már nyugdíjas, és itt az Asztal Társaságnak a tagjai is a Műöldési Ház dolgozói voltak, és akkor minden évben meg vagyunk hívva erre a jeles alkalomra. Örömmel teszünk eleget ennek a meghívásnak, és hát mindig nagyon jó hangulat szokott lenni, és tisztelettel megköszönjük a Műöldési Ház jelenleg igazgatójának, hogy gondolt ránk. Nagyon jó csapat jön itt minden évben össze, mondhatni, hogy már itt törzs tagok vannak, de mindig vannak újabb, mert hát, hogy a jó hír az jó szárnyakon halad, szalad tovább, és akkor mindenki szeretne ezen részt venni. Valamikor, mikor ez indult, még a Műöldési Ház nagy termébe volt, és onnan nőtte ki magát, úgymond itt több mint 300-an vagyunk, úgy gondolom. És hát minél nagyobb a tömeg, annál jobb a hangulat is. És hát a sztár vendégek is, akik jönnek, azok is húzzák az embereket. Minden évben más-más vendég van, és hát így alakul ki ez a jó kis csapat, úgymond hangulat. Vállalkozói bál címen indult a dolog, akkor is részt vettünk, én vállalkozó vagyok. Azt tudom mondani erre, hogy nagyon sok vállalkozó van Delecskén. És ez jó alkalom volt a kezdődő bálok alkalmával, hogy a résztvevők azok kicsit jobban közeledjenek egymáshoz. A vállalkozói réteg azért az valamikor nem volt összetartás közöttük. Ezek a bálok, ezek alkalmat adnak arra, hogy kicsit összekovácsoljanak a vállalkozók is, jobban megismerjék egymás tevékenységét, és egymással kapcsolat tudjanak létesíteni. A társaság az mindig jó. Úgy gondolom, minden azt a társaság úgy állítja össze a saját társaságát, hogy jól érezze magát. Én azt tapasztaltam évek óta, hogy ez rendszeresen így működik, úgyhogy ezt továbbiakban is így kell folytatni. A báli programot ezúttal is a Szivárvány Néptánc Együttes táncos műsora nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitón a vendégeket elsőként Bakó István polgármester, majd a bál fővédnökei, dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke köszöntötte.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagynek szeretettel köszöntöm Önöket Derecskeváros bálján. Igazán megtisztelő számunkra, hogy ilyen sokan elfogadták meghívásunkat, talán ilyen sokan még sohasem voltunk városi bálban. Bízom benne, hogy ez annak a jelzése, hogy az elmúlt esztendőkben Önök itt jól érezték magukat. Elhangzott itt már, hogy a városi bál az az első társadalmi esemény Derecskén, a báli szezon megnyitója. Én azt gondolom, hogy kiváló alkalom arra, hogy az elmúlt esztendőben történtekről váltsunk egymás között egy pár szót, illetve hogy a 2018-as terveinket is megismertessük egymással. Néhány gondolatban szeretnék ezekre a dolgokra utalni én is. Egy évvel ezelőtt itt állva azt mondtam Önöknek, hogy rengeteget dolgoztunk azon, hogy nagyon sok pályázatunk legyen beadva, és valószínűleg nem voltam elég bátor ahhoz, hogy azt is kimondjam, hogy szeretnénk 1,5 milliárd forint eurós pénzt megnyerni. Jelentem, eltelt egy esztendő, megvoltak a pályázatok eredményhirdetései, több mint 90%-a nyert a pályázatainak, és uniós pénz 2,6 milliárd forintot nyert a város, és az csak az uniós forrás, szerencsére még a nemzeti keretekből is tudtunk elhozni. Ez több mindennek köszönhető, egyrészt annak, hogy a képviselőtestület egy irányba igyekszik tolni a szekeret, annak, hogy a hivatalban megfelelően készítik a pályázatokat, annak, hogy az intézményekből, a városból sok jó ötlet irányul felénk. Ehhez tartozik azonban az is, hogy nagyon jó támogatóink vannak, akiket igazából Önöknek, választóknak köszönhetünk, hiszen Önök választották meg képviselőnknek Vitányi urat, és közvetett módon elnök urat is Önök választották meg. Ami fontos a pályázatainkban az, hogy egy kis irányváltás is, egy kis spektrumszélesítés is van. A korábbi esztendőkben a lemaradásunk miatt igazából a infrastruktúrális pályázatokra koncentráltunk, az épületeink rendbehozatalára. Most már éreztük, hogy szerettük volna, hogy ettől többet érjünk el. Ezért egy másik erős irány lett a fiatalok helyben tartása, esetleg ide vonzása. Nagyon jó pályázatokat nyertünk szerencsére ebben a szegmensben is. Nagyon jó bérlakások lesznek fiataloknak, nagyon jó programok fogják őket segíteni, hogy vállalkozóvá váljanak, sikeres életutakat megismerjenek, ösztöndíjakat nyerjenek. A másik láb, amit erősíteni szerettünk volna, az a gazdaságélénkítés. Szerencsére ezek a pályázataink is nyertesek lettek, inkubátor irodák fognak épülni, inkubátor üzemcsarnokok, és lesz nagyon sok alkalom, amikor a vállalkozók egymással is találkozhatnak, meg természetesen bízunk azzal, hogy olyan emberekkel is, akik a döntéseket hozzák. Ami azonban nyilvánvaló, hogy a város az nem az önkormányzatból áll, sőt az önkormányzat csak egy kis összefogó része a városnak. Örömmel láttuk azt is, hogy nagyon sok civil szervezet és vállalkozás is nyertesen jött ki az uniós pályázatokból. Azt is látjuk, hogy az ország gazdasági fejlődéséből Derecske is kiveszi részét. Látjuk a vállalkozások befizetett iparűzési adójából, hogy jól prosperálnak a vállalkozásaink, illetve 10 éves minimumon van a munkanélküliség, ami nyilván megint csak azért alapvetően egy országos hatás. És akkor néhány gondolat az előttünk álló esztendőről. Hát ilyenkor szoktam bejelenteni, hogy idén átadjuk az uszodát. Ezt a gondolatot most meghagyom képviselő úrnak, hát az ő szava erősebb, és valóban megtörténik ez az aktus. Szerencsére jó néhány polgármester kollégám itt van, és bizonyára megerősítenék, hogy nagyon jó, hogy mindannyian sok pályázatot tudtunk nyerni, viszont nagyon erős fejtörést okoz nekünk, hogy megfelelő tervezőkapacitás, megfelelő műszaki ellenőrkapacitás, megfelelő kivitelező kapacitást tudjunk elnyerni ezekhez a projektekhez. Ráadásul ez ne csak minőségben legyen megfelelő, hanem mondjuk a 2 évvel ezelőtti árkon is dolgozzanak. Ez már lehetetlennek tűnik, de az előttünk áll 1-2 évben talán a fő feladatunk ez lesz. Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy óriási tőzsgyökeres változást hoz életünkben, hogy az autópálya az idei év végére elkészül. Egyrészt a város tehermentesíteni fogja, másrészt pedig látjuk a felnyíló lehetőségeket, amelyen úgy gondolom, hogy a derecskei vállalkozások remekül fognak élni.
és hogy a közösségről is még több szó essen, a rendezvényeinkre, nagy rendezvényeinkre szeretettel várunk minden Derecskeit és környékbelit, ugye február első hétvégén a Disznótorba és a Vásárba, június 23-án a Városnapra, és évvégén pedig közkívánatra újra lesz szilveszteri tűzijáték, mert ezt nagyon sokan hiányolták az elmúlt napokban. 2018-ra minden jelenlévőnek kívánok nagyon boldog és nagyon sikeres esztendőt, az est hátralevő részére pedig jó szórakozást, köszönöm, hogy meghallgattak. Pajna Zoltán elnök urat szeretném megkérni, hogy néhány biztató szót azért még mondjon a következő időszakról. Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, képviselő úr, egy kis képzavarba került, megmondom őszintén, mert akkor ide érkeztem és hallottam ezt a csodálatos nyitó zenét és táncot, akkor azt gondoltam, hogy az Anzsú udvarban vagyok, a Hátyás király mellett valamilyen középkori bál, hiszen egyrészt a tisztetek, másrészt azt gondolom a Szivárvány Néptánc Együttes ide varázsolta azt a hangulatot. Most polgármester úr, amit mondott, az pedig egy dinamikusan fejlődő város mutat be. Hát nem is tudom, hogy melyik az, amelyik az időutazást tekintve melyik a jobb. Talán mégis az a jó, hogy egy kicsit helyezzük magunkat vissza a történelem időkerekébe. Nekem egy másik dolog is eszembe jutott, hiszen éppen 450 évvel ezelőtt, most éppen Tordán, most ünnepelik, és most emlékeznek meg arról, hogy a vallásszabadságot először a világon a Erdélyi Fejedelemség törvény végtatta. Azzal is azt gondolom, hogy pontos üzenete van, hiszen akkor, amikor az ország három részen szakadt, akkor Habsburg és az Oszmán Birodalom nyomása között nem engedhette meg magának az Erdélyi Fejedelemség, hogy vallás különbségek legyenek. És valóban azt gondolom, hogy az a fajta időutazás egy kicsit össze is kell, hogy hozzon bennünket, hiszen ha akkor össze tudtak fogni, akkor most is nekünk is az a dolgunk, hogy fogjunk össze, nézzük meg az értékeket, és most ugyan nincs ilyen ellenségkép, de mindenképpen szükség van arra, hogy mindig azt érezzük, hogy akik mellettünk vannak, akár polgármesterek, akár vállalkozók, akár civilek, azok egy közös célért küzdenek. És hát ennek egy nagyon jó példája, hogy hallom a derecskei pályázatok. Amikor polgármester úr itt mondta a pályázatokat, megmondom őszintén, is egy kicsit rákészültem, és hát 133 pályázatot lehet letölteni a Széchenyi 2020 oldalon. Ebben nem csak az önkormányzat, hanem vállalkozások, a gazdaság innovációs operatív program, vidékfejlesztési, emberi erőforrás operatív program kapcsán azt lehet mondani, hogy súlyos milliárdok jöttek hál' Istennek a térségbe, és valóban szükség van, azt gondolom, hogy olyan infrastruktúrális fejlesztések legyenek a térségben, ami elsősorban azt eredményezi, hogy az itt lakók, az itt vállalkozók megtalálják a számításukat, az itt lévő civil szervezetek színessé tudják tenni a hétköznapokat, és akkor azt lehet mondani, hogy minden kelléke megvan annak, hogy a bál az jól sikerüljön. Ugye, mint fővédnök, leellenőriztő képviselő úrral bejárattól kezdve végig minden nézett centimétert, azt mondjuk, hogy rendben van, nyugodtan szórakozhatnak. És még egy másik dolog, amit nem tudom, hogy sikerül itt a félhomályban felolvasni, de ez a hangulat az azt gondolom egy kicsit illik, egy versidézetről szeretném önöket tájékoztatni, egy kicsit szintén ebben az időutazásban, ami a 19. századi arisztokrata családok bájáról szól. Mészáros Lajos írt egyébként ezt a Farsangi bár nevezetű verset, ebből egy kis részletet szeretnék önöknek felolvasni. Egész farsang alatt báloznak a lányok, itt cserélnek gazdát a nagy hozományok. Nincs itt szegény leány, csak gazdag jár ide, ha nagy a hozomány, ez is kell, el is kell íziben. Ha egy kicsit csúnya, pótolja a bankó, napfényes a birtok, hát ez sem utolsó. Én azt gondolom, Derecskén minden feltétel megvan, hogy a csinos lányok ne csak a hozományért, hanem érezzék jó magukat a bálon, daliás férfiak vannak, nagyon jó táncot kívánok, nagyon jó szórakozást mindenkinek. Köszönöm. Szeretném megkérni az asztalnál ülő urakat, hogy a pezsgőket bontsák már ki, és egy-egy pohár pezsgőt
helyezzenek el mindenki elé. Dr. Vitány István képviselő urat pedig megkérem, hogy egy pohár köszöntőt a kocintás előtt mondjon. Tisztelt válaszok, hát most én vagyok a soros, mindig ez jut nekem, hogy én harmadik helyen szólalok, a pohár köszöntő az enyém, mintha nem országgyűlési választások lennének, hanem önkormányzati, az még csak jövőre lesz, mindent elmondtak előtte, minden beruházás, két dolgot azért nem felejtek el a straf. Ugye az uszoda. Azt már tavaly is mondta a polgármester, hogy jó, hogy ilyen peledéken vagyok, elfelejtettem mondani, mert akkor befürödtem volna, de így meg fürödni fogunk. Beszéltem a vállalkozóval, és azt mondta, hogy ebben a tanévben már ott a gyerekek úszhatnak, és a felnőttek is igénybe vették az uszodát. És még egy dolgot mondanék, illetőleg kettőt, polgármester, hogy ennyien még soha nem voltunk. Remélem, mert elegen leszünk akkor, amikor kell. És a másik dolog az, hogy hát Derecske nagyon erős város, nagyon erős település. Tavaly még itt rohangáltunk Derecske és Debrecen között, mert egy időben volt a bál, és hát Debrecen meghátrált, és átette 20-ára, és Derecskén pedig most 13-án van a bál. Tehát én úgy gondolom, hogy ez kifejezi azt, hogy milyen erős Derecske, és hát a beruházások kapcsán még erősödik, és ezután is erősödni fog. Én úgy gondolom, hogy gondolkoztam azon, hogy még valamit kellene mondani, hogy hozzátenni, elmondom, amit tavaly mondtam, úgy sem emlékeznek rá, az a baj, hogy én sem emlékszem, úgyhogy nem mondom, hanem csak jókat kívánok kedves mindenkinek 2018-ra, és hát reméljük majd a uszodában is találkozni fogunk. Egészségükre! A köszöntő gondolatok után fellépett a bálon a P-Box tagja, az Omen zenekar frontembere, Goroknai Árpád. Táncműsorral készült a debreceni Walzer Táncstúdió, a bál sztárvendége pedig a Budapesti Operett Színház művésze Feke Pál volt. Az Artisius díjas és Prima díjas színész, énekes, legismertebb dalai is felcsendültek. Tudás az, mi fölelem, várnak rá,
kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátunk, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Ismerős a dal? Fenn nem alom. Együttető ingyent hallatok, hogyha ismerős a dal? Igen? Akkor kérnek majd egy kis segítséget a végén. Vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kért otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem érted, amíg nem éltél. Egy férből valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint borba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol rá. Olyanok leszünk mi is nélküle, s bár a lényeget még nem érteted. Amíg nem éltél, nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk, meghalunk. Te jössz! Na még egyszer mindenki segít, gyere! Mi egy... És még egyszer utoljára, gyere! Így bizony, mi mind egy magyar vérből való vagyunk. Thank you.
Thank you.
kívánok, nagyon szépen köszönöm! Most induljunk, van egy fél.
cuccok én, látok én. Mire bújsz mellé, minek kellek én? Hát figyelj rá, szívjadunk fel. Most induljunk, más már nem is kell. Felejtsd el, szólt a lány. Voltam már egy másik vége. Yeah.
nagyon szépen köszönöm mindenkinek! Szép estét kívánok, további jó szórakozást, köszönöm a meghívást! Viszontlátásra, sziasztok! Az est folytatásaként a Csábít zenekar szolgáltatta a talpalávalót a hajnalig tartó mulatsághoz. Thank you.